Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van a stúdióban velünk dr. Lóczi László, a Kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola igazgatója. Köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mivel készülnek a következő napokban? Úgy tudom, lesz például a hétvégén sportnap is. Igen, szombaton rendkívüli munkanapunk lesz, és ezen a napon lesz tanítás is, és mellette pedig családi sportnapot szervezünk, tehát a szülők bevonásával. Mennyire újszerű ez a sportnap, vagy korábbi években is volt már rá például sportnapot szerveztek? 2003 óta szervezzük a sportnapokat, évente kettőt, van egy őszi és egy tavaszi sportnapunk. Mit tudhatunk erről a sportnapról? Mi fog zajlani az iskolán belül, vagy az udvaron is? Mindenütt. Kívül belül, reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Nagyon sok programmal készülünk erre a sportnapra. Hagyományunkhoz híven véradás, ez egy verseny, hogy melyik osztályból jönnek legtöbben szülők vért adni. Ezen kívül lesz foci bajnokság, sorverseny szülőkkel, elsősegélynyújtó bemutató, ügyességi, gyorsasági, erőfejlesztési feladatok. Valamint mindig szokott lenni vendégünk egy-egy sportágat népszerűsíteni, ebben az esetben röplabda lesz a fő célpont, és a Kecskeméti Röplabda Klub női csapata fog egy kis bemutatót tartani, valamint a röplabdáról Nagy Péter, a Magyar Férfi Röplabda Válogatott Szövetség kapitánya fog egy 20 perces előadást tartani a gyerekeknek. Ha jól értem, nem csak akik az iskolába járnak, azoknak szól ez a program, bárkit szívesen látnak. El szoktak jönni régi tanítványok is, természetesen a szülőket nagy szeretettel várjuk, meg van néhány régi barátja az iskolának, akik szintén részt szoktak venni, és eljönnek a rendezvényre. Szombat után pedig jövő héten a két tannyelvű oktatást ismerhetjük meg, illetve bepillantást nyerhetünk, hiszen bemutató órákra kerül sor, ahogy olvastam és láttam. Így van, 15-én kedden és 16-án szerdán lesznek a bemutató óráink. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy nyílt napot szervezünk azoknak a szülőknek, akik leendő elsős gyerekük iskoláját keresik. Itt azok a kollégák tartanak bemutató órákat, akik terveink szerint jövőre az elsősöket fogják tanítani, és most abba tekinthetnek be, hogy hova jutottak el a negyedikes gyerekekkel. Különféle tantárgyakból lesz matematika, magyar, angol, környezetismeret is lesz angol célnyelven, és mellette még találkozhatnak az iskola vezetésével, keddi napon Pászti András igazgatóhelyettes úrral, szerdán pedig 5. órában én fogadom a kedves szülőket, és igyekszünk válaszolni a kérdéseikre. Már az első osztálytól tanulják az angol nyelvet önöknél? Igen, nálunk három lépcsőben lehet angolt tanulni, három ütemben. Van egy intenzív, nagyon intenzív ütem, ez a magyar-angol két tanítási nyelvű programunk. Ez azt jelenti, hogy heti 5 órában tanulnak angolt, angol nyelven. Ebből egy óra angol célnyelvi tanárral történik. Ezen kívül három tantárgyat is tanulnak angolul, alsó tagozatban a testnevelés, illetve technika, ének, felső tagozatban, vagy negyedikbe bejön már a testnevelés helyett a környezetismeret, felsőben pedig biológia, történelem és civilizáció tárgyakat tanulnak célnyelven. Mióta is mondhatjuk, hogy két tannyelvű oktatás zajlik ugye a Kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolában? Hát 2009. szeptember 1-én kezdtük el a projektet. 15 év alatt nagyon sok közép- és felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal zsebében távozó tanulónk volt. Most például a jövő héten próba nyelvvizsgákat szerveztünk, és azok a tanulók, akik itt megfelelően teljesítenek, ők már a decemberi nyelvvizsgára beiratkozhatnak. Vannak, akik közép, vannak, akik államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgára jelentkeznek. Mik a tapasztalatok egyébként, hogy mondjuk első osztályba tényleg oda kerül a gyermek, és angol órája lesz. Minden gyermek zökkenőmentesen tudja venni ezt az akadályt, és különlegesnek is mondható? Mert tényleg olyan furcsa elképzelni, hogy angolul tanulnak már 6-7 évesen. Igen, erre is lesz a bemutató órákon lehetőség, mert lesz egy kommunikációs óra, ahol a
szülők a mostani elsősöket nézhetik meg, hogy hova jutottak el szűk két hónap alatt. Az a tapasztalat, hogy szeretik a gyerekek az angolt, ugyanis a módszertan a zenés, énekes, mozgásos, ritmikus kezdés. Az alapból kezdjük, tehát előről, úgyhogy az, aki nem tanult angolt, az is nagyon jól be tud illeszkedni. Az angol oktatásban nekünk az a tapasztalatunk, hogy az angol népszerű tantárgy a diákok körében. Tehát szeretik az angolt alsóban is, és felsőben is megmarad. Ez nem kizárólag nekünk köszönhető, bár nekünk is van, pedagógusoknak is részünk benne, de nagyon segít a külvilág, ugyanis az informatika nyelve, a Netflixen az angol nyelvű filmek és a különféle ilyen lehetőségek sokat segítenek a tanulóknak, és motiválják őket arra, hogy minél jobban tudjanak angolul. Egyébként ez a két tannyelvű program, ez azért nagyon fontos, mert most már bebizonyították, hogy a korai idegen nyelv tanulás az egy sokkal hatékonyabb nyelvtanulás. 12 éves korig, amíg el nem kezd kialakulni az absztrakt fogalmi gondolkodás, addig nagyon rugalmas nyelvi gondolkodása van a gyerekeknek. Könnyedén veszik fel, nem nyelvtani szabályokat tanulnak, hanem amiket felcsippentenek akár a filmekből, órákon, szerkezeteket, ők ezeket nem elemzik nyelvtanilag, de használják. És ez a rugalmasság tűnik el 12 éves kor fölött, és ezért nehezebb már később elkezdeni az idegen nyelvtanulást. Még egy dolgot hadd emeljek ki, hogy a mi tanulóink azért anyanyelvi versenyeken, magyar anyanyelvi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el megyei szinten, és nem egyszer képviseljük a megyét országos anyanyelvi versenyeken. Tehát az a hit, hogy az idegen nyelvtanulás kiüti a magyar nyelvtanulását, ez nem igaz, sőt fordítva van. Aki idegen nyelvet tanul intenzíven, korán, az a saját anyanyelvét is intenzívebben fejleszti. Ha már vendégünk, aktualitásokról is kérdezni, illetve csak az idei tanév ugye elkezdődött, már tart több mint egy hónapja. Azért voltak újdonságok az idei tanévben, igazából a legnagyobb újdonság itt a mobiltelefon és az okos eszközök használatának a tiltása, és ugye le kell adniuk a diákoknak. Általános iskolában önöknél ez hogyan működik egyébként? Egy picit erről mesél nekünk. Meglepően jól működik. 596 tanulónk van, és két hónap alatt 8 tanuló sértette meg összesen ez irányú szabályt, és aminek nagyon örülök, hogy a gyerekek szünetben most már egymáshoz fordulnak és beszélgetnek, sőt, könyveket látok a gyerekek kezében, mikor várakoznak a szülőkre, tehát én azt gondolom, hogy ez egy pozitív döntés volt. Technikai háttere az nincs még teljes mértékig megoldva, mert nem tudjuk biztonságosan tárolni ezeket a telefonokat úgy, ahogy egy leltári szabályzatban ez elő van írva, de tulajdonképpen nem okozott problémát eddig. Én azt gondolom, hogy ez fog működni a jövőben is. Az a 8 tanuló, annak a szüleivel leültünk, megbeszéltük, megkapták a megfelelő szankciót a házirend megsértéséért, és úgy gondolom, hogy nem is lesz kedvük ezután mobiltelefont helytelenül használni az iskolában. És arról mi a tapasztalat, hogy már az első osztályosok is használnak mobiltelefont, vagy melyik osztálytól, korosztálytól érezhetők, hogy mobiltelefonnal járnak iskolába? Hát ilyen 9-10 éves kor, 3.-4. osztályban már előkerülnek a mobiltelefonok. Ez, hogy is mondjam, egy kis divat is, hogyha egyiknek másiknak van, akkor már beadják a gyerekek igényként a szülőnek, hogy már mindenkinek van jelszó alatt. Tulajdonképpen ezt tudomásul kell venni, hogy a mobiltelefon, az okostelefon egy nagyon alapvető felszerelése már az ifjúságnak is. Oktatásban valamilyen órán kell használniuk digitális eszközt? Igen. Kollégáim velem együtt képzésben részesültünk. A digitális tananyagok készítése, digitális tananyagok használata, és több olyan program van, amit órán tudunk használni. Most a mi iskolánkban rendelkezünk laptopokkal, tehát központi laptopokkal, illetve az alapítvány a COVID idején vásárolt tableteket, tehát ezeket a kolléga fel tudja venni, be tudja vinni órán, de gyakorlatilag nincs is szükség a gyerek telefonjára. És volt-e még valami nagyobb változás az idei tanévben?
Jogszabályi változásként talán a testnevelés órákat említeném meg. Szigorítottak a plusz testnevelésről való igazolt hiányzással kapcsolatban. Korábban azok a tanulók, akik valamilyen egyesületnél sportoltak, azok a heti 2 óra plusz testnevelés alól felmentést kaptak. Most annyiban szigorodott, hogy csak a versenysportolók kaphatnak felmentést csak abban az esetben, ha egybeesik a testnevelés óra az edzés idejével. Ez azt jelenti, hogy jóval több tanuló maradt az iskolába a plusz tesin, ami azért technikailag nehéz dolog, mert egy tornatermünk van, és most minden évfolyam, minden osztályában van plusz 2 testnevelés óra. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Dr. Lóczi Lászlóval, a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk. Szombaton tehát sportnap, jövő héten pedig kedden és szerdán két tannyelvű oktatásuk bemutató óráira várják az érdeklődőket. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást.